Hello, hello, szia, csodaszép napot, reggel, estét, bármikor is nézze ezt a videót, nálam éjszaka van, és egy fantasztikus zöld napon vagyunk túl, és úgy néz ki, hogy a hétvégi kitörés, ami ugye ilyenkor mindig bizonytalan, mert alacsony a likviditás, az a valósnak bizonyult, és a hétfői nap a komoly kereskedők megjelenésével is folytatódott a kitörés. Meglátjuk, hogy ez hamis kitörés, vagy egy igazi trendforduló lehet, minden esetre egyből jobb lett a hangulat. Én Denkler Miklós vagyok a Cryptomice-tól. Minden nap elhozunk neked a legfrissebb kriptóhíreket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT és DeFi újdonságokat, hogy ezzel edukáljunk az internet evolúciójának a következő szintjéről, ami nem más, mint a kriptovaluták és a Web3. Kérek egy kövér lájkot, azaz sok-sok szeretettel nyom meg a lájkombot, ezzel segíted a csatornát, hogy minél több embernek megmutassa a YouTube, és egyben iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg, mert akkor mindig értesítést kapsz. Na, menjünk és nézzük, hogy mi történik a kedvenc buborékos csártunkon, de előtte ugye el kell, hogy mondjam, hogy amit elhangzik a csatornán, illetve bármilyen fórumunkon, az nem tekintető sem pénzügyi tanácsadásnak, sem befektetési tanácsadásnak, szigorúan edukálás és szórakoztatási célt szolgál. Mindig tedd meg a saját kutatásodat, illetve vizsgáld meg a saját pénzügyi helyzetedet, építs fel egy stratégiát, hogy a pénzügyi helyzeteden belül a kriptónak milyen szeletével kívánsz foglalkozni, hosszú távra gyűjtögetsz, rövid távra kereskedsz, stop loss-okkal, kockázatkezeléssel, éppen farmolsz, stékelsz, nódot üzemeltetsz, vagy új projektekbe fektetsz, launchpad-eken, és ennek megfelelően oszd fel a portfóliódat és kezeld a kockázatokat. De ne menjünk, nézzük a kizöldött buborékos csártot. Bitcoin 8% pluszban, Ethereum majdnem 10% pluszban, és ugye előbb a Bitcoin 32.000-et is megérintette, 31.000-et törtük, ott volt egy komolyabb ellenállás, és Bitcoin és az Ethereum meg közelíti a 2000 dollárt, és látjuk, hogy van pár altcoin, különösen Waves, Xfinity, Rune, Helium, Aave, amik bőven 20% felett menetelnek, és jóformán nem is látunk altcoint pirosban, de ugye ez nagyon ráfért a piacra, mert ha ránézünk, még így is, még akár a heti szinten is, de a havi szinten bőven-bőven látunk, itt látjátok 40-50%-os, 56%-os mínuszokat. Menjünk, nézzük meg, mit mutat a kriptofélelem és kapzsiságindex, meg fogsz lepődni, ugye ez még nem frissült, ez mindig késve frissül, 10-et mutat. Extrém félelem van a piacon, május 30-án extrém a félelem, és ugye tudjuk, hogy az elmúlt egy hónapot folyamatosan 10 körül voltuk, 10, 11, 12, 14, 10, és újra 10-en vagyunk, szóval extrém a félelem, és ez van már jóformán november óta, és az utóbbi egy hónapban lett nagyon-nagyon extrém, és tudjuk, hogyha nagyon félnek a befektetők, az jó bevásárlási lehetőségeket hozhat, mert ez az emberi érzelem, a félelem és a kapzsiság, ez hajt mindent, ez működteti a tőzsdéket, ez működteti azt, hogy az emberek mindig többet akarnak mindenből, és ugye ha félnek, akkor aztán bármire képesek, viszont amikor már megvan egy bizonyos komfort zónájuk, akkor viszont mindig többre vágynak, így vagyunk összerakva, így kell elfogadni, viszont a kriptóval kapcsolatban pont akkor keresünk vásárlási lehetőséget, amikor óriási ez a félelem, és akkor keresünk eladásit, amikor meg mindenki már nagyon-nagyon kapzsi. Na nézzük a mega bullish jeleket, hogy ez egy valós kitörése, 5 dolog, amit a héten érdemes a Bitcoinnak kapcsolatban figyelni. Ez egyik az ugye, hogy 9 hetet zártunk már pirosban, most van a 10. hét. Az, hogy ez piros lesz, ugye az majd vasárnap fog eldőlni, minden esetre egy gyönyörű hét kezdetet láttunk, és ugye a többen azt vélik felfedezni, hogy egy mega bullish szignál érkezik. A CryptoTony megjegyzi, hogy szerinte, amit látunk az altcoinoknál, az nagyon szép, de a Bitcoinnak a 31.000 dollárt kell átvinni, hogy valós mozgást tapasztaljunk. Jelenleg a 31.000 dollárt vittük át. Értem szerint, ha a mai napot fölötte zárjuk, az mindenképpen egy nagyon-nagyon pozitív jel lehet a továbbiakban. Itt ugye ez az elemző egy ilyen jellegű háromszögben mutatta meg, hogy a Bitcoin kitöréstől hogyan értelmezi. Nálunk egy picit máshogy néz ki a rajz, de ugye pont ez a szép benne. Ami ugye még fontos, hogy még látnak gyengeség jeleit a csárton, jött egy kis forgalom, egyébként annyira nem
nagyon erős, és úgy itt fölhívják a hétvégi ármozgásra a figyelmet, hogy általában az nem valós, mert alacsony a likviditás, mind fölfele, mind lefele könnyebben mozgatják az árat, és ugye például aki profi, ők hétvégén nem is kereskednek. És ugye maga a részvénypiac is megugrott, erről pont a tegnapi videóban beszéltünk, hogy egyelőre elvált a kriptó és a részvénypiac, mert a részvénypiac már múlt héten megindult fölfele, és úgy néz ki, hogy egy kis medvepiaci rallit láthatunk a részvénypiacokon is, úgyhogy egyelőre még a piac árazza azt, hogy milyen recesszió jön, illetve az inflációt milyen gyorsan fogják lejjebb tolni. Európai Központi Banknál is jönnek az inflációs adatok. A chatben megosztotta egyik tagunk, hogy Németországban 8% volt az infláció. Ugye a Wall Street is néz különböző ilyen kriptofélelem, kapzsiság, meg egyéb hangulatindexeket, és abból igazából még nem az összes, de a jó része azt jelenti, hogy megvolt az alja, de ugye ez még nem jelent semmit. Eközben a dollár erősségi index egy hónapos szinten mélypontra ment. Ugye itt látjuk, hogy amikor ilyen csúcson volt a dollár erősségi index, és visszafordult, akkor utána a bitcoinnál mindig egy nagy bika piac jött. Itt is, illetve most itt vagyunk. Az, hogy ez mennyire fog itt tovább lefele folytatódni, most ugye erről a 105-ös szintről visszajöttünk 101 környékére, ez mindenképpen szignifikáns, és vissza is adta jóformán az egész május hónapot a dollár erősség index, és ugye ez mind a részvénypiacra, mind a kriptóra pozitívan hathat, ezt a chartot érdemes így kicsit memorizálnunk. Ugyanúgy a dollár erősségi indexet chartolja itt az úriember, illetve ezen a charton látjuk, hogy valójában május elejé szintek alá ment vissza, úgyhogy nagyon szépen visszagyengült a dollár. A bitcoin ugye a ciklikus alját keresi, itt ez az elemző az UTXO-t nézi, ami ugye az unspent, azaz a nem elköltött bitcoin tranzakciókat nézi, és ugye ami 6 hónapnál régebbi, 62%-on van. Szóval azokat a bitcoinokat, ezen bitcoinok, ugye az összes bitcoin 62%-át 6 hónapon túl költötték el, azaz nem mozgott. Ez ugye minden esetre a realizált értékkel van összefüggésben, és látjuk, hogy amikor ez ilyen csúcsokat elér, akkor általában utána mindig van egy-egy megindulás, szóval itt is van egy korreláció. Igen, maga a hangulat a hosszú távú vásárolgatás hangulatát éri el. Ugye a kriptofélelem és kapcsiság index a 100-as skálán 10-es szinten van a extrém félelemben. És ugye ez azt jelenti, hogy most oldalazunk ezen a szinteken, és hogy ez meghozhatja, hogy ez lehet-e az igazi alja. Ugye sokan ezt vizsgálják, persze azt mindig csak utólag tudjuk megmondani. Egy top kripto elemző 3 masszív ár előrejelzést ad a bitcoinnak 2030-ra. Nézzük, azt mondja, hogy igazából, hogyha visszanézzünk, akkor ugye 20-szorost ment fel a bitcoin ugye az elmúlt ciklusba, és egyébként ez nem rossz, de még mindig egy mozgó célpont, szóval még mindig mozog, és még mindig folytatódik. Maga változik az adaptáció, változik a hálózat, maga a verseny változik, minden változik, és minden egyre inkább hajtja fel a bitcoint. Azt elmondja, hogy valójában a bitcoin az arany piaci értékének nagyon könnyen elérte a 40-60 vagy akár a 100%-át is. És maga erre a narratívára, hogy a bitcoin egy véges darabszámú eszköz, legalábbis digitálisan tárolható és tranzaktálható, előnyössé teszi, és ezért hívják digitális aranynak és digitális értéktartó eszköznek, mert ugye nem inflálódik, és maga a top kutatók és hozzáértők is azt mondják, hogy érdemes ránézni több szempontból, hogy hogyan értékeljük ezt az eszközt.
És ne felejtsük el, hogy a bitcoinnak az adaptáció, az elterjedése használata sokkal gyorsabban megy, mint az internet, és sokkal gyorsabban megy, mint a mobil telefonok. Szóval a bitcoin gyorsabban növekszik, mint annó az internet és a mobil telefonok használata. És ugye maga ez a Metcalfe's Law, ez ugye azt jelenti, hogy valaminek a használata növekszik, annak az értéke vele exponenciálisan növekszik, és ezen a csárton azt látjuk, hogy a bitcoin market cap-je hogy néz ki most, hogy néz ki az arany market cap-je. Látjuk, hogy a bitcoin alig fél billió dollár, az aranyé meg majdnem 12 billió dollár, és jelenleg a teljes aranypiaci értéknek a bitcoin kb. 5%-át teszi ki, és itt egy előrejelzésben mutatja ez az elemzés, hogy hogyan változhat az aranynak a piaci értéke, az is nő, szóval várhatóan nőni fog, nem olyan szignifikánsan, mint a bitcoinnak, de látjuk, hogy 2030-ig mondjuk jó eséllyel 2,6-szorosára nő, innen, vagy bocsánat, nem egy 100%-kal, egy picivel több, mint 100%-kal nő, még ugye a bitcoin elérhet egy 7 billió dolláros market cap-et, ami több, mint 10-szerese a mostanhoz képest, és hogyha akkor visszanézünk az akkori aranyhoz, akkor körülbelül az aranynak a 40%-át teheti ki, de ez folyamatosan menni fog, és 2030-ra azt várja, hogy 100%-át elérheti az arany piaci értékének, és ugye árfolyamilag ez az akkori szinthez képest annyit jelent, hogy itt mondjuk egy 10-szeres, ugye, akkor 5, 20-szoros az 10, hát egy kb. 40-szeres emelkedés, de itt csak fejben számoltam, és ez azt eredményezni, hogy 2030-ra különböző szkenáriókat, hogy 40-60 vagy 100%-át éri el az aranynak, 514 ezer, 785 ezer vagy 1,3 millió dolláros árat lát. Van egy másik értékelési metódus, ahol ugye ez az internet használat, mobiltelefon használat és elterjedés és piaci érték kombinációt nézik. Itt különböző modellek alapján van, aki 3,4 millió dollárt, van, aki például csak a Fidelity csak 1 millió dollárt vár 2030-ra. Ez az átlag, amit ugye különböző elemzések meg nagy pénzügyi csoportok által létrehoztak, az 1,5 millió dolláros bitcoin árat jelent. Most ezt kiszámolom neked, hogy ha mondjuk most vagyunk 30 ezer dolláron, akkor ez hányszoros növekedés? Jó, most vagyunk 30 ezer dolláron. Ez 50-szeres növekedés. Ez a modell 50-szeres növekedés jelez előre, és ez a modell is bőven egy 20-50-szeres növekedést tartogat. Persze tudom, hogy ez most hihetetlen, főleg, hogyha te tavaly novemberben érkeztél a kriptóban, és jelenleg éppen mondjuk amint vettél bitcoint, annak jelenleg felét éri. Viszont nézz rá nagyobb távlatokból, érdemes ugye használni ezt a buborékos csártunkat, ahol látjuk, hogy honnan indult a bitcoin, ez egy logaritmikus csárt, és látjuk, hogy amikor fölment 10 dollárról, itt majdnem 500 dollárra, és visszaesett, visszajött az 500 dollárról egészen, ugye 76 dollár volt az alja, vagy 70 dollár, akkor mindenki temette, és ezt már párszor láttunk ilyet. Nézzük a következő hírt. Tim Draper, akiről már ugye az elmúlt napokban beszéltünk, azt mondta, hogy a következő bika piacot a nők fogják hajtani, mert a nők felelnek a háztartásban a pénz költésért, ők költik el a pénzt 90%-ba, és egyre inkább fogják ők használni a bitcoint, szépen csinálják a bitcoin walletjeiket, és mondják a férjüknek, hogy figyusz, kérem ide a bitcoint, és ez azt mondja Tim Draper, hogy ez 250 ezer dollárig fogja a bitcoin árát elvinni. Itt ugye dátumot nem írnak, de a podcastban szóval róla, hogy ez vagy idei év, vagy ugye 2023-ra várják, és itt nézik a tranzakciók növekedését, hitelkártya tranzakciókat, és ne felejtsük el, hogy Tim Draper nagyon komoly Silicon Valley, azaz amerikai Silicon Valley befektető, aki a Facebooktól kezdve az összes technológiai cégben ott volt. Következő hírünk arról szól, hogy El Salvador ismét megvette az esést, úgyhogy talán a legjobb indikátor az, hogyha amikor El Salvador vesz, akkor veszünk mi is. Ugye bitcoin bement 30 ezer dollár alá, és egy újabb 500 darab bitcoint vásároltak, szóval gratulálunk El Salvadornak. Oké, menjünk tovább.
feltétlenül látogass el a corion.io-s linkre, itt fel tudsz iratkozni a gratis webináról, a pénz történetéről, aranytól a bitcoinig, beszélünk az NFT-kről, metaverse-ökről, erről az egész, hogy hogyan fejlődik tovább az internet, telepítünk egy kriptopénztárcát, küldés, fogadás, tárolást is megnézzük, és adunk egy kis kripto ajándékot is, úgyhogy feltétlenül gyere, illetve iratkozz fel azon barátaidat, akit szeretnél behozni a kriptoba. Menjünk tovább, ha már egyébként kriptozol, akkor a legjobb az, hogyha jössz a Patreonunkra, egyrészt itt ki tudod fejezni a napi videókért a háládat egy kalandor tagsággal, másrészt, hogyha komolyabb tagságot fizetsz itt elő, akkor ugye kapsz technikai elemzéseket, fundamentális elemzéseket, különböző DeFi platformokra, például megnéztem, hogy két hete felraktunk egy farmot, ugyanúgy szépen hozza a 200% körüli APR-t, és felraktunk egy hónapja egy farmot, ott még a token ára is emelkedett, és a farmolási jutalom is a 300% megy, úgyhogy ezeket mind ide a Patreonra tesszük, illetve ugye fundamentális elemzés ki fogunk egyet tenni a mai nap, illetve készült egy launchpaden való, hogyan lehet az új induló projektekben nagyon olcsón beszállni még az indulás előtt, és a igazából bőven visszakeresni azt, amit beletettünk, úgyhogy a launchpadekről is lesz egy videó, ez is kikerül a mai nap nagy valószínűséggel. Szuper, menjünk tovább, feltétlenül gyere és iratkozz fel a Twitterre, hogy itt zajlik a minden, ami kripto. Érdemes itt követni a kukac Miklós Denklert, érdemes a kukac Corion platformot, és a szuper NFT Launchpad projektünket, ami ugye a Cryptominds közösség tagjai által jött létre, a kukac Laserpunk alulvonal Gátszot. Na nézzük, miket osztottam itt meg. A kérdés az, hogy egy megabullish szignált vélt felfedezni Jordan Lindsay. A kérdés az, hogy le kell mennünk még 30 ezer dollár alá, vagy ide a 30 ezer dollár rossz szintek alá, hogy 20 ezer dolláros szintek környékére, hogy ez a megabullish szignál tényleg elinduljon. Látjuk, amikor itt az ő zöld vonal alá bement, utána volt mindig a nagy megindulás, és ugye látjuk itt is, hogy amikor ez pirosra váltott, ez valamilyen VWAP mutató lehet, ami a volumeneket is tartalmazza, vagy pontosan ezt nem tudom micsoda, mert ez nincs sajnos ideírva. Minden esetre ő egy megabullish szignált vél itt felfedezni, érdemes követnünk, hogy ez hogy fog kinézni. Egyébként egy lájkot és ugyanúgy megosztást is tudsz tenni. Az intézményi befektetők vígan akkumulálnak tovább, korábban a 25-30 ezer dolláros szinteken akkumuláltak 2021-ben is, tehát a 25-30 ezer dollár egy fontos akkumulációs szint az intézményi befektetőknek, és ugye ez a CryptoQuant on-chain elemző cég vezetője tette közzé. Na hát úgy néz ki, hogy a bitcoin bálnák továbbiakban is agresszíven veszik a bitcoint, hasonló, mint a 2020-as Covid és a 2018-as medvepiac. Itt látjuk azt, hogy mikor van akkumuláció, mikor vásárolnak a bálnák. Látjuk ugye a csártokon, itt vannak a kis bálna jelek, a kis hangyák, meg amikor a lakosság, a kisbefektetők vásárolnak. Hát ugye viszont ez úgy néz ki, hogy a nagyok felhamoznak, majd a nagyok kiosztják a kisbefektetőknek, és ugye a kisbefektetők általában mindig a csúcson veszik. Szóval azért fontos, ha te most nézel ezt a videót, akkor nézd meg, hogy mikor mi történik, és próbálj te is bálnaként gondolkodni, viselkedni, és nem a félelem hatása alatt lenni. Ugye tudjuk azt, hogy a legnagyobb pénzt a medvepiacban lehet megcsinálni, nem akkor, amikor minden emelkedik, és minden a csúcs közelében van. Szuper! Oké. Menjünk, nézzük meg a Telegram csoportunkat. Nagyon frankó kis Telegram közösség jött létre. Itt van például egy chart, ami ugye a bitcoin ára, ez a szürke, és itt látunk különböző színes vonalakat. Ez azt jelenti, hogy a különböző bitcoin tulajdonosok, a kék az 1-től 10-ig, vagy nem, bocsánat, a kék a 0,01-től 0,1-ig, ez a lilás az 1-től 10 bitcoinig,
ez a rózsaszín, meg a 10-től 100 bitcoinig, és látjuk, hogy mindegyik szépen növekszik, és érdekes, hogy amikor a Luna eladás volt, ugye, hogy 80 ezer darab bitcoint adott el a Luna Foundation azért, hogy ugye védje az UST-nek az árát, hiába öntötték a piacra, ez elvándorolt főleg ugye a nagy-nagy bálnákhoz, úgyhogy a nagy bálnák növelték. De akkor kérdésem az, hogy ugye a Luna is nagy bálnának számított, mert a bitcoin, amit tart, az bőven ugye 100 bitcoin felett volt, úgyhogy ő is nagy bálna volt, és mégis nőttek a nagy bálnák száma, akkor mi is történt itt? Na, írd meg, légy szíves a kommentbe, hogy mi történt itt. Szuper! Németországban 8% az infláció, ez van, gyerekek. Két dolgot tudsz tenni, amit tudsz, az betankolsz előre, akár tartós élelmiszert, akár fogyasztási cikket, akár üzemanyagot, akár furac magadnak egy gázolajkutat, vagy éppen fölrakasz napelemet, és elektromos autót hajtasz, bármi, most megveszed, mert még magasabb lesz az infláció, illetve készülünk arra, hogy bitcoin és arany, illetve esetleg még nyersanyagba is tehetünk pénzt. Hasonló csártok, ugye bitcoin dominancia ugye már tört ezt a szintet, és jelenleg ugye a 47-es zónát nyaldossa, és ugye az altcoinok, altcoin total market cap bitcoin és kripto nélkül is ugye egy támasz szinthez ért. Kérdeztétek a PLC Ultimát, hamarosan jönni fogunk, úgyhogy el fog benne indulni a kriptomás csapat. Ha gondolkodol benne, vagy esetleg már hallottál róla, akkor érdemes várni, mert ahogy elindul a csapat, azt gondolom, hogy az mindenképpen egy nagyobb előnyöket fog hozni. BSC peden egyébként lehet ezen a Kicsnet launchpaden lottó jegyeket nyerni, és hogyha lottó jegyeket nyersz azzal, hogy social médiában megosztasz pár dolgot, akkor ott jó eséllyel fogsz részt tudsz venni a vásárlásba. Akkor van egy fontos hír, hogy úgy néz ki, hogy a MetaMask partnerkedett a Asset Reality nevű céggel, és lehetőség lesz az MetaMaskról ellopott kriptok visszaszerzésében. Erről, hogyha van bővebb infók, tájékoztatunk, illetve ugye ezt majd mindjárt megnézzük a csárton, hogy hogyan mentünk át ezen a 31 ezer dolláros ellenállási szinten. Érdemes megnézni itt a pinelt üzeneteket, itt például a piaci pánikról volt egy kis szösszenet. Vannak ugye nódjaink, amiket közösségi nódban futtattunk, elég sok nód tapasztalatot gyűjtöttünk, és jelenleg találtunk kettő olyan projektet, amiben van ár stabilizálás, és nem hat rá az, hogy most medve piac van, úgyhogy ezek kifejezetten jók így a jövőre nézve. De azt gondolom, hogy amint egyébként a piac megfordul, úgy a korábbi projektek is, aminek lefele csorgott az ára, fölfele haladhatnak, és ugye van, ahol a node reward nem évül el, hanem folyamatosan termelődik. Ugye ez a node reward, ez évi 100%-300%, és azért közösen teszünk bele pénzt, mert így nem kell akkor a kockázatot vállalni, meg ugye, amivel több láncot csináljuk, ezért mi ezt szakmailag meg tudjuk tenni. Olvashattuk itt a Laserpunknak a múltjáról és ugye a jövőjéről, azon, hogy amint a piac változik és social médiában jönnek a követők, nyitjuk ki és a whitelistingre megyünk előre. Közben itt találtok infót a Daxio-ról. Daxio egy online játék és szórakoztató platform. Nagyon most jönnek ki a saját kriptóikkal, nagyon kedvezményesen még lehet vásárolni a nagy piaci nyitás előtt, ez még a héten megtehető, és van benne egy frankó üzleti struktúra, úgyhogy feltétlenül gyere, mert ebbe az irányba megy a világ. És itt vannak a hasznos linkek, tőzsdék, kedvezmények, ezeket használd, itt tudsz például Ledger Nano-t rendelni, hogy biztonságosan tárold a kriptodat, illetve mindenféle egyéb hasznos dolog. Na szóval, nézzük, mit mutat akkor a Bitcoin chart. Előtte a Total Market Cap. Látjuk, hogy a Total Market Cap is hát valójában ez lehetne egy bull flag, hogyha előtte mondjuk bullis mozgás volt, de ez az összes kriptóra elmondható. De úgy néz ki, hogy ez jelenleg fölfele törtük. Nézzük, hogy fölötte maradunk-e, és ugye így ezen a korábbi szinteken, korábbi leszúrás szinteken, amik ugye nagyjából itt voltak, 1,16 billiónál,
innen ugye akkor elpattant jelenleg a Total Crypto Market Cap, és egyébként mostanában sokszor a Total Crypto Market Cap mutatta a Bitcoinnak az utat, most viszont a Bitcoin a dominanciával átvette ezt. Nézzük, mi történik a Bitcoinnál. Ugye itt vannak a különböző mozgó átlagjaink, azért tettem be, hogy lássuk. A mérlegemákat ugye frankon már törte fölfelé, az a 20-as, 50-es, 100-as napos sokon van még mit dolgozni, a 20-ast is törte, az 50-est még nem törte. Amit még fontos, hogy ugye volt egy ellenállásunk, ez volt a hamis kitörés, lefele törtünk ki, majd ugye visszatesztelve, és a 4 óráson megnézzük, akkor látjuk, hogy gyönyörűen megérkezett a 31 ezer dolláros zónához, átvitte, és jelenleg ebben az ellenállási zónában vagyunk. Ez egy zóna, ez egy blokk. Szóval én erre úgy tekintek, hogy ez egy blokk, nem csak 31 ezer dollár, hanem ez egy blokk. A 31 ezer dollár fölött zárunk, az már pozitív a további folytatásra. Amennyiben a 32-t is elhagyjuk, akkor még pozitívabb vagyok abban, hogy meginduljon egy felfele trend. Addig ugye ez lehet ugyanúgy hamis kitörés, és lehet ugye csalók a mozgás, mint ahogy a lefele mozgás volt a hét végén. Viszont ha ránézzük a chartra, akár napi szinten, azt látjuk, hogy igen, hát voltak magasabb aljak, meg alacsonyabb aljak, hiszen itt érdemes néznünk majd, hogy tudunk-e magasabb magasságokat csinálni. Egyébként a MACD-nél itt volt egy bullish cross május 20-án, ami azt gondolom, hogy bizakodásra adhat okot, egy kis bizakodásra. Ekközben nézzük, Bitcoin longok mit csinálnak. Bitcoin longok továbbiakban is magasak, rendkívül magasak. Bitcoin shortok most ugye biztos, hogy lecsökkentek, meg kirázódtak. Bitcoin shortok lecsökkentek, boom, volt egy jó kis short quiz. Bitcoin dominancia nagyon nem ugrott meg, viszont még mindig itt vagyunk 47 környékén. Itt most valószínűleg el fogunk egyet oldalazni, mint hasonlóan tettük, és akkor vagy fölfele, vagy letörünk. Jó. Ethereum gyönyörűen visszaérkezett erre a 2000 dollár körüli szintekre. Ugye a hétvégi pánikban itt 1750-1800-as szinteken teljesültek itt vételi orderek. Azt ugye zártuk 1900 és 2000 környékén. Ethereum is gyönyörűen kitört ebből a lefele tartó zászló alakzatból, és egyébként talán visszatesztje is volt. Igen, egy óráson nézve volt visszatesztje, nézzük a napit. Ha 2000 dollár felett zárunk, akkor azt gondolom, hogy egy bullish, nagyon bullish folytatás jöhet az Ethereumnak. Egyébként az Ethereumot nekem úgy tűnt, hogy az elmúlt hetekben direkt fadolták, direkt negatív hírek jöttek ki, és sokan akarták, hogy itt még menjebb lejjebb az ár, mert ők venni akartak, mert lemaradtak, és a 2.0-ban benne akarnak lenni. A kadenát kértétek, a kadenával szerintem inkább holnap fogok jönni, mert fundamentálisan is elemeztük a kadenát, ezt a Patreonon közzé fogjuk tenni, de pár szösszenetet el fogok abból mondani a holnapi videóba. Írd meg, kérlek a kommentbe, hogy melyik a kedvenc altcoinod a top 50-ből, amire a legtöbbet írtok, azt meg fogjuk nézni technikailag is. A kadenát holnap nézzük meg technikailag is, és holnap nézzük meg egy kicsit fundamentálisan is. Várlak a kommentekben, érdekel a véleményed, hogy látszod most a piacot, veszel, felhamozol, vagy éppen, hogyha most fölpattanunk, és ne felejtsétek el, srácok, ha valaki túlzott kockázatokban volt, főleg altcoinokban, akkor ugyan már ki kéne használni a mai napot, mert olyan magasságokba ment föl az ár, ahol mondjuk egy hónappal ezelőtt volt, több token esetében is, és ilyenkor érdemes a túlzott kockázatból egy picit csökkenteni. Aki viszont trédelt, a mai nap annak gratulálok. Nálunk csak rövid trédek voltak, amit egyébként ugye már viszonylag korábban zártunk, mert ekkora kitörésre nem számítottunk. Örülök, hogy itt voltál, fantasztikus napot, sikeres hetet, és bízunk egy zöld hétben. Megnyomtad a lájkot, várunk szeretettel a Twitteren, várunk a Patreonon, illetve a gratis webináron is. Hello, hello!
Szia!